Sokan még azt hiszik, hogy Tájföld és teljes Ázsia is sokkal elmaradottabb, mint Európa. Pedig ez rengeteg szempontból nem igaz. Például előbb volt Tájföldön 5G-s hálózat, mint Magyarországon, és a tarifák is jóval olcsóbbak. Mi itt az új megjelenő mobiltelefonokat már szinte elhasználtuk addigra, mire Magyarországon végre kapható lesz, és elmagyarázni sem tudjuk a tájoknak, hogy mi az a kártyafüggő telefon. Már is az első hasznos info számotokra, hiszen sokan beleestek abba a hibába, hogy elutaztok a Panonos, Veszteles vagy éppen Vodafonos telefonotokkal. Tudomásunk szerint ezek a cégnevek már megváltoztak, de a lényegen nem változtat. Tehát, amire még otthon, Magyarországon figyeljetek, egy tájföldi nyaralás esetében az, hogy szükséges lesz hozni kártyafüggetlen telefont. Ha pedig nem rendelkeztek ilyennel, akkor természetesen itt nálunk, például Phuket-szigeten is mindenhol tudtok vásárolni. Sok esetben még a közértekben is, akár csak a különböző SIM-kártyákat. Tájföldön a SIM-kártya beszerzése nem akkora macerás folyamat, mint Európában, hogy regisztrálni kelljen és több órát elvegyen az életetekből. Itt ez egy pár perces folyamat, vagy még annyi sem. Sőt, ti már leszálláskor a repülőtéren is találkozhattok az ingyenes SIM-kártyákkal. Persze ez nem véletlen, hogy ingyenes, hiszen ismeritek a mondást, miszerint olcsó húsnak híg a leve, ez pedig nem hogy olcsó, hanem ingyenes. Vagyis ezek a kártyák, amik mérik, hogy mekkora adatforgalmat használsz, és a helyi kártyákkal ellentétben drágább tarifákkal rendelkeznek, mind hívás, mind adatforgalom terén. Természetesen annál még ez az ingyenes is olcsóbb lesz, mintha a magyar telefonkártyát használnád. A helyi SIM-kártyákból több szolgáltató és több opció is elérhető. Legfontosabb eldöntened, hogy mire szeretnéd használni a kártyád. Csak telefonálásra? Ha igen, akkor csak itt belföldön, vagy külföldre is. Ha pedig a netezés a fő szempont, akkor csak a Facebook nézegetés és üzenetküldés, vagy YouTube-ozásokra, videóhívásokra és élő közvetítésre is. Amennyiben az utóbbiak is szempont, akkor ahhoz nagyobb sebességre lesz szükséged, de ezekről részletesen itt a filmben később beszélünk. Lefedettség. Phuketen és még a környező szigeteken is 5G lefedettség van. Még a hajós programokon is, amik bent a tengerben történnek több kilométerre a szárazföldtől, még ott is legalább a 4G elérhető. Tehát attól félni, hogy nem fogsz tudni egy adott kirándulás alatt az élményeidről beszámolni, felesleges. Nézzük a választható opciókat. A helyi SIM-kártyák esetében már szinte egyáltalán nem található olyan csomag, amiben egy adott gigabyte-ot veszel, és majd azt használod le. Ma már mindenhol az unlimited, azaz korlátlan csomagok vannak, amik azt jelentik, hogy 1 GB után és 10 GB után elfogy a neted, hanem időszakok vannak és sebességek. Te magad döntöd el, hogy mennyi ideig működjön a mobil interneted. A választható opciók az 1-2 napostól kezdődően a heteseken keresztül a hónaposig bezárólag megtalálhatók. Az előfizetéses verzióra nem térünk most ki, hiszen ahhoz itt kell élned, lakcímmel kell rendelkezned, és a jelen videó az ide érkező magyar turisták segítéséről szól. Tehát mennyire legyen gyors és erős az internet? 1, 2, 4, 6, 8, 10 MB per szekundumos csomagok vannak forgalomban. Ha csak a Facebook nézegetése a cél, és a szöveges üzenetek küldése Viberen, WhatsAppon vagy Messengeren, akkor elegek a kisebb 1-2 MB per szekundumos csomagok. Ha viszont valaki videóhívást is kezdeményezne az előbbi applikációkban, vagy élőt közvetítene a Facebookra, akkor már célszerű a 4 vagy a 6 MB per szekundumos opciókat választani. Véleményem szerint a nagyobb csomagokat már csak akkor szükséges választani, ha mondjuk egy elhozott pocket wifi-be teszitek a kártyát. Vagy pedig megosztjátok a telefonon az internetet több készülékre, akár laptopra. Ekkor már szükséges lehet a 8-10 MB per szekundumos sebesség. Árak. A konkurens szolgáltatók általában odafigyelnek arra, hogy lehetőség szerint egyforma árban legyenek. Nem figyelmen kívül hagyható viszont a következő információ az árak tekintetében. Vagyis a telefonkártyák és internet csomagok árai itt folyamatosan csökkennek. Ne felejtsétek el viszont, hogy a forint pedig folyamatosan romlik a tájbathoz képest. Tehát az árak a filmkészülésekor érvényesek. Ha például az egyhetes csomagot nézzük, akkor az 1 MB per szekundumos kártya ára 120 baht, 1200 forint. A 2 MB-os 150 baht, 1500 forint, a 4-es 220 baht, 2200 forint, a 6-os 270 baht, 2700 forint, és a 10 MB per szekundumos pedig 330 baht, vagyis 3300 forintba kerül.
Fontos tudni, hogy ezek az árak csak a mobil internet szolgáltatást nyújtják, sem a telefonálást, mely a helyi rendszerről hívva általában 1 bat, azaz 10 forint per perc körül van, sem pedig a SIM-kártya árát, mely 50-100 bat körül van. Valamint vannak speciális opciók is, mondjuk ha valaki csak Facebookozni fog, akkor lehet kérni korlátlan Facebook használatot is pluszba, egy hétre 19 batért, ami most még 190 forint, mire leírtam már 200. Amikor pedig a videót feltöltjük, már várhatóan 210 forint lesz. Nézzük, hogy hol érdemes SIM-kártyát venni. Erre 3 különböző lehetőség is van. Kezdem a legmacerásabbtól a legkönnyebbig haladva. Például az adott szolgáltató kirendeltségében. A fő probléma ezzel, hogy csak nagyobb városokban vannak kirendeltségei a nagyobb telefonos társaságoknak. Például Phuketvárosban, a Centrál üzletházban. Na most, ha valaki Kata, Karon vagy Patong Beachről el szeretne jutni ide, akkor az taxival vagy tuk-tukkal legalább 400-500 bat. Majd vissza szintén ugyanannyi, tehát csak a kibejutásra elmegy 10 000 forint, és még nem beszéltünk a sorszámtépésről és a várakozásról. Majd igazolnod kell magad útlevéllel, papírokat irogatni, stb. Bár a SIM-kártya jó árban lesz, de a ráfordított idő, pénz és a macera miatt nem feltétlen jó ötlet. Másik lehetőség, hogy a 7-Elevenekben, Lotusban, Family Martban és hasonló közért láncokban veszed. Ebben az esetben sem kell tartani attól, hogy drágább árakat kapnál a Reálistól, viszont az esetek 80%-ában elpasszolják, hogy most nincs bent olyan alkalmazott, aki be tudná aktiválni, vagy túl sok a vásárló, és nem érnek rá most ezzel foglalkozni. Tehát ha nem este 11 és reggel 6 óra között kéred, akkor eléggé nagy eséllyel nem fognak benne segíteni, mivel egy ilyen aktiválás az alkalmazott rutinjától függően akár 5-15 percet is igénybe vehet, és addig egy kassza zárva van, és nem tudják kiszolgálni az esetleges vásárlókat. Persze ehhez is szükséges, hogy az útlevél nálad legyen. Harmadik, és egyben legegyszerűbb lehetőség, ha figyelmen kívül hagyjuk a Tájföldi Magyar Központ kínálatát, akkor azok a telefonos boltok. Ezekből rengeteg található, főleg a turisztikai területeken. Készséggel segítenek, és be is aktiválják neked a kártyát, sőt, a telefonodban ki is próbálják, hogy biztosan működik-e, viszont drágábban fogják adni, mint a reális ára. Általában a normálisabb helyek csak 50-100 batot számolnak fel ezért a szolgáltatásért, viszont hallottam már olyanról is, hogy például Patongon az idősebb nyugdíjastól egy 300 batos kártya internetért elkértek 1500 batot. Szóval nem árt tudni, hogy valójában mik az árak, ha ezeket az üzleteket veszitek célba. Nálunk a Magyar Központban minden másképp működik. Először is velünk Sirénhen szemben van egy telefonos bolt, ahol jól ismernek minket, és értelemszerűen kizárt a huncutkodás. És mivel mi átmegyünk a vendégeinkkel, így teljesen ingyenesen a tájmagyar fordítás is rendelkezésre áll, sőt, a megfelelő kártya kiválasztását is Norbi személyesen segíti. Ha egyáltalán át kell menni az utasnak, hiszen itt a magyar szállodában is elérhetőek a kártyák, és itt helyben történik az aktiválás, üzembehelyezés, beállítás, amit szintén Norbi csinált, és most is csinál minden utasunknak. Továbbá van nálunk egy úgynevezett kártyabérlési lehetőség is, mely a legköltséghatékonyabb verzió. Ez esetben viszont a nyaralásod végén vissza kell adnod a kártyát, hiszen ezek éves lejáratú, nagyon drága és erős SIM-kártyák, melyek ára nekünk majd csak a sokadik utas után térül meg. Valamint ebből itt túl sok nincs, tehát csak a készlet erejéig. Figyelem! A táj SIM-kártyák nem működnek más országokban, tehát csak az itteni nyaralás időszakára célszerű tervezni. Köszönjük, hogy itt voltatok, várjuk kérdéseiteket a tájföldi nyaralással kapcsolatban a tájföld@phuket.hu e-mail címen. Sziasztok!